Viszont akkor Rams rácsaphat most az első igazi 4-3-as linebackerre, úgy Laurinaitisnak a jobbjára? Vagy most mi az, ami így legjobban beillik nekik? Safety-t még mindig Safety-t nem vittek nyilván, mert egy pikjük volt igen. eddig, és azt nem arra használták föl. Igen, és ott ugye azért elszórták a második körösüket, ugye a az feltétben. Tehát harmadik körben választanak ugye legközelebb. A Falcons-tól viszont szereztek második kört a letrade-ben. Szerintem. Igen, az biztos. Igen, de az ugye 2/30. 30 azt hiszem, az, igen. Az már majdnem harmadik körös. Az, tehát amennyire egyébként csúsznak most a linebackerek, én simán el tudom képzelni, hogy ezt a választást ezt hagyni fogják. Tehát igazándiból abszolút nem ment ki még olyan játékos, aki 4-3-as hát aki nekik kellett volna. Nekik kellhetett talán, volna. Talán Jarvis Jones, az is, hát az is helyek közze. Hát de pont akkor safety-t mondunk. Úgyhogy beleférne pont azért, mert ugye még benn van ugye Ogletree, aki szerintem azért kiemelkedik a Arthur Bannal együtt. Ezek közül a linebackerek közül, a safety közül nem tudom, hogy mennyire emelkedik ki most bárki is. Hát Cyprint mondják, hogy illem van még ott a big boardok alapján. Igen, csak ugye Laurinaitis mellé első körös erős oldal linebackert hozni, nem biztos, hogy az a poszt. Igen, a csapatnak ezen helyzetében ez erős lenne. Ugye Aaron Curry 1/4-es kiválasztása óta azért... Hát és ugye McLean is hasonló, McLean a sikereket ért el top 10-es játékosként. Igen, tehát eleve ugye a linebacker poszt az kicsit kezd kevésbé fontos lenni úgy az elmúlt draftokon, illetve hát az, hogy erős oldal linebackert húzni első körben, az meg szinte abszolút. Mit gondoltok, hogy Steven Jackson távozása után húznak-e running back-et mondjuk holnap? Vagy várnak, vagy egyáltalán draftolnak-e running back-et? Vagy meg kiegyeznek ezzel a Richardson-Pad duóval? Attól függ, mennyire bíznak Padben, mert azért... Hát tavalyi alapján nem nagyon kéne. Igen. Hát egyébként még Sneed is van, ha valaki még van, még egy harmadik fiatal running back. Van egy Chase Reynolds, meg egy Genevay, igen. Ugye tavaly telehúzták a posztot ugye fiatalokkal, valami igen, csak nem, lesz igen, alapon. Jetsből szerezték. Úgyhogy. Tehát akkor nem gondoljátok, hogy ide jönne majd valamikor? Hát, vagy csak a végén? Egyébként el tudom kezdeni, tehát a running back-ek közül azért van olyan, akit második körben már nem szentségtörésbe húzni, második kör végén főleg. Tehát azt gondolom, hogy azért olyan... Tehát Richardson tavaly mutatott szép dolgokat, elég jó átlagokkal futott, elkapásai is voltak, de azért az oldan back-et elég nagy fantázia kell, hogy lássa benne az ember. Úgyhogy azért el tudom képzelni, de én azt gondolom, hogy nem lesz egy feature back egyébként a Rams gárdájában, tehát nem fogják berántani Lacy-t mondjuk, és őt tömni meccsenként 25 carry-vel, tehát ott szépen egy 2-3 fős running back rotációt fognak használni minden meccsen, ahhoz meg harmadik körben egészen nyugodtan lehet egy olyan játékos találni, aki mondjuk egy bizonyos szituációra alkalmas lehet, sőt, oda még talán nem is kell ennyire korán. Meg hát ugye Fisher is volt egy időszak, mikor egymással 3 évben húzott running back-et első vagy második körben, szóval tőle sem lenne újdonság ez, hogy mondjuk holnap beruház egyre. De mondjuk az Austin húzás azt vetíti előre, hogy ők abszolút a passzjátékra próbálnak majd alapozni. Hát ugye Jake Longot is ezért húzták be elsősorban, Jared Cook is ezért érkezett, Devon Austin is ezért érkezett. Az látható, hogy futójáték nem valószínű, hogy komoly lesz még akkor sem, hogyha most húznának itt valami csoda futót, mert ahhoz még a faluk azért nem hiszem, hogy alkalmas lenne. Úgyhogy szerintem inkább a védelmüket kell erősíteni most. És hát akkor kimondhatjuk, hogy a safety a legvalószínűbb. Akárkit is gondolnak a legjobb játékosnak momentán. Free safety, strong safety, tök mindegy. Igen. Igen, illetve hát ugye korábban pedzegették akár azt egyébként, hogy ugye ahogyha két top guard közül az egyik ott van még 16-on, akkor az milyen jó lenne a Ramsnek. Az nagyon jó lenne, tehát volna neki. Amilyen nevek itt kiszaladtak, egy Warford picket még egyébként simán el tudnék képzelni. Ha már ennyire az offense-be tolják az energiát, azt gondolom, hogyha egy Kylie Long kirepült, meg egy Justin Hugh kirepült. Mutatnak nekünk egy Dallas-San Francisco cserét, ami a 31. és egy harmadik kör volt. 18-ért, tehát ez 18. a tehát ugye ez a klasszikus vicc. Ez szerintem már kiírták akkor is, mikor válaszott a Niners. Igen. Hát olcsó megoszták, így is maradt nekik 70 pikjük.
És akkor ezt miért mutogatják? A Dallas lesz a következő csapat, azt tudjuk, de egyelőre a Rams-től szeretnénk egy játékost. Tök még mindig a beszéd hatása. Egyébként Twitteren gondolom sokan nézik azt is közben, már a Dallas pikét is lehet tudni, de minket nem érdekel a Web 2, minket csak a Web 1 érdekel, és ott egyelőre késik a stream. De... Hát ott még Sági Floydot mutatják. Ez egy multidéző stream. 15-ön vagyunk, azt mondják, hogy késik, de nem tudom miért. Andrudzi elhúzta az időt, mi nem tehetünk, mert beleget volna pörgetni Andrudziba. És kiírták, hogy bent van a Dallas Piki, azt látjátok? Igen. Hát, illetve kiírva, hogy a Dallas nem várta meg, hogy a Rams kit választok, berakták most. The 30th overall pick and the Rams second first round selection of the night. With the 30th pick in the 2013 NFL draft, the St. Louis Rams select Alec Ogletree. Ogletree. Georgia. Szerintem ez egy jó választás. Ez szerintem is. Én bírom Ogletree-t, tehát alapvetően hangot levehetett közbe. Hogyha Ogletree-t ugye túldimenzionál szerintem a pályán kívüli balhét, hogyha vele elhitetik azt, hogy ő nem DMX, hanem egy futballjátékos, akkor semmi baj nem lesz vele. És hát ugye tavaly is vittek jó néhány ilyen némileg karakterproblémás játékos, ugye Trumaine Johnson-t is, meg Janoris Jenkins-t is, és hát ugye nem félnek ezektől, és Ogletree szerintem rohadt jó lesz az NFL-ben. Igen, azért. És sokkal mobilisabb, nagyobb területet játszik be, mint Laurinaitis. És valószínűleg akkor erős oldalon lesz nyilván, tehát játszhat. Igen, Jolon Dunbar még az, aki ott külső linebackert esetleg játszhat. MT, mint Georgia Drucker, így én extra benyomás. Egyébként azt mondtam, hogy szerintem Ogletree-nek a legjobb poszta az NFL-ben az a 4-3-as gyenge oldali linebacker. Úgyhogy örülök, hogy 4-3-ba került. Most a St. Louisban tényleg need volt. Pályára is fog kerülni első naptól, ez nagyon valószínű. És tényleg, tehát Ogletree abban jó, hogy most leginkább fölértékelődött a linebackereknél coverben. Tehát emiatt feltétlenül úgy gondolom, hogy az első kört is megérte. Hát meg hát ő a backfield-t is szereti támadni azért, tehát volt rá példa. Jól blitzel egyébként, igen. Igen, és hát ugye azért olyan csoportról beszélünk, ahol azért jelenleg egy képernik és egy Wilson személyében ugye nagyon mobilis hát igen, ott azért irányítók kell vannak. Futni. Tehát ott azért Laurinaitisnak a sebesség az egy picit talán kevés ahhoz, hogy ezt a két irányítót lekövesse, úgyhogy ott nem árt azért, hogyha van némi mozgékonyság a linebacker sorban. Hát legalább Carson Palmert azért sikerül remélhetőleg utolérni. Talán.